Köszöntöm a Pannongazda nézőit! Mai műsorunk fő témája az újvidéki kukoricanapok, hiszen oda látogatott el kolléganőnk, és ott beszélgetett a gazdákkal, a termelőkkel és a szakemberekkel is. Előtte azonban következzenek az aktualitásaink. Vajdaságban a délbácskai körzetben kevesen termelnek cukorrépát, mert a legnagyobb befektetést igénylő haszonnövényről van szó. Azok a gazdák, akik betartják az agrotechnikát, többször tápoldatoznak, és a növényvédelmet sem hanyagolják, jó eredményre számíthatnak az idén. Milinszky Pál évek óta termel cukorrépát Tiszakálmán falván. Az időjárás függvényében alakul a hozam és a cukorfok. Hektáronként mintegy 70 tonna fizetett répát sikerült betakarítania, a cukorfok elérte a 16%-ot. Az árra nem panaszkodik, hiszen tonnájáért 35 eurót fizet a gyár. Nagy részét azért igyekeztünk szárazon, ennek a parcellának egy része lett csak nyírkosba szedve mostani eső után, rakodással is vége felé járunk, úgyhogy a munkálatok zökkenőmentesen haladnak. A szakemberek szerint is kielégítő az idei cukorrépa termés. A betakarítás két hete kezdődött. Prvenstveno se vade njive koje su, da kažemo, cirkos para počela da uzima danaka. Ona je sad, da kažemo, najveći problem, jer su bili jako povoljni uslovi krajem augusta meseca, tako da oni proizvođači koji su radili te tretmane nisu uopšte pogrešili. Znači kraj meseca i mislim da kampanja će dugo trajati. A kis gazdaságokon a több lábon állás szavatolhat némi hasznot, mert a megtermelt takarmányt a húson és a tejen keresztül kamatoztathatják, természetesen jó jószágárak mellett. Normálo da nas interesuje cena koja je i žitarica i uljarica na tržištu, pošto apsolutno mi se ne isplati sad hraniti svinje po ovim cenama, trenutno otkupnim cenama svinja. Dok praktično isto bi dobio da sam prodao sa njive sve što imam i dok sam provukao to sve kroz svinje. S tim što je rizik puno veći normalno kada imate živu stoku i sve ostalo. Az időjárási viszonyok változásával és a korszerű gépesítés bevezetésével nagyban változott a hibrid választék térségünkben. A korai, rövid tenyészidejű kukoricák kerülnek előtérbe. A gépi betakarításnál megint az a lényeg, hogy a nedvességleadás is ugye hamarabb megtörténjen magában a növényben, és ez ugyanúgy ugye a nemesítéssel egy nagyon fontos szempont. Persze termés és minőség, a minőség nem mondunk le. A termelők szerint az időjárás kedvezett a hozamok és a minőség alakulásában. A terményárak viszont nem tükrözik igyekezetüket. Amit lehet, azt betárolnak és megvárják a jobb piaci föltételeket az értékesítésre. Egyelőre a korai szőlőfajtákat szüretelte le Huppert László hajdújárási borászt, az irsai olivért és a cserszegi fűszerest. Tulajdonképpen itt van a pohárba, ez rámpás, majdnem félig bor, úgyhogy már 10 napja, hogy leszüreteltünk, és nagyon alacsony fokon csinálom a fermentációt, plusz 9 fokon, és megtartom az aroma anyagot a tartályokba. Úgy látszik, hogy az idén nagyon jó minőségű borunk lesz, és nagyon elégedett vagyok a termése is, mert körülbelül egy 10%-a nagyobb a termés, mint tavaly. A hétvégétől szüretelik a vörös, burgundit, az oportót és a merlót. Ezeket követi még két fehér fajta, a szürkebarát és a Sauvignon Blanc. A homokvidéken egyesek az őshonos fajtákat részesítik előnyben. Holnap után szerdán fogjuk szüretelni a mézesfehéret. Kisebb hányadban foglalkozunk nemzetközi fajtákkal, azok közül már feldolgozásra került egy kevés szürkebarát héjonáztatásra, illetve pinonár rozénak. A rozé az mindig egy kicsit korábban szüretelünk, valamint fekete muskotáj, ez is egy őshonos kárpát-medencei szőlőfajta, a muskotáj szőlőfajtának a kék szőlő változata. Ebből egy vörösbort fogunk készíteni, ezt múlt hét csütörtökön szüreteltük. A szőlős gazdák nem, de az almatermelők örülnek az esőnek, mert ez szebb szint kölcsönöz majd az almának.
A lialma ára előreláthatólag mindössze 5-6 dinár körül alakul kilogrammonként, viszont a konzumalmának elméletileg jó ára kellene, hogy legyen, és jó piacot biztosít majd az orosz kivitel, vélik a termelők. Az eddigiek folyamán, a nyár folyamán a nyári almát reszettük minden probléma nélkül, mólisz, delicsesz és hasonló fajtákat. Elment Oroszországba, ami az a legfőbb export helyünk. Utána a gála, a prima típusú almák szintén már a vége felé vannak. A héten, illetve a jövő héten, tehát azt jelenti, hogy 10-e körül szeptemberben kezdjük a téli almáknak a betakarítását. Közepes mennyiségű, de jó minőségű almatermés várható az idén. Az Újvidéki Mezőgazdasági Intézet Kutatóintézet nagyon régóta szervezi meg az Újvidéki Kukorica Napokat, amelyen a kukoricafajták széles palettáját szemlélhetik meg a termelők, és el is beszélgethetnek a szakemberekkel. Ezernél is több gazdálkodó és termelésszervező, valamint szakmabeli érkezett Újvidékre a Mezőgazdasági Kutatóintézet hagyományos őszi határjárására. A gazdák szemügyre vehették a legújabb nemesítésű hibrideket és fajtákat, valamint szaktanácsot is kérhettek a nemesítőktől. Egy-egy gazda már az új vetési tervben és a vetésszerkezet alakításában gondolkodik. Itt az ember gyönyörködhet a mintaparcellákban, és akkor el tudja dönteni, hogy talán a jövő évben mit is szeretne vetni. Ezt én úgy látom, hogy ez nagyon jó dolog, mert sok minden újdonságot meglátom úgy termésbe is, meg minőségbe is. Most már tisztában vagyunk avval, hogy a kukoricas ott van, az érés fázisban van, a kóraiak azok már beérnek, a napraforgó csépeléseknek már nagy része fejeződik, szójákat még most kezdjük. Itt a mintaparcellákon meg lehet látni az újvidéki nemesítőnek a szójaparcelláját, ugyanúgy a napraforgót, kukoricát, répát, és ez az embert az én részemről kielégít. Szeretem ezt követni, mert utána tudom, hogy jövőre, amit nem jól csináltam, még vannak újabb fajták, hogy hát az újabb fajtákból ezt jobb eredményt tudok belőle elérni. De hát én híve vagyok az NS háznak a maga szortimányában, mert a palettán van miből választani, de hát mivel lássuk, hogy itt vagyunk már az őszi vetéseknek a kezdetén, itt kezdődik az olajrepcének a vetése, itt lesznek az árpák, a buzzák, és az embernek el is kell dönteni, hogy mit is akar ezbe a palettán kísérni, mert tisztában vagyunk, hogy ezek a jó árak, amik jelen pillanatban a piacon vannak, úgy a buza ára, úgy a napraforgó ára, hogy hát nem tudjuk még a szója se kristályosodott ki, hogy mi lesz, mi nem lesz. Én remélem, hogy annak talán valamennyivel érdekesebb ára lesz, mert azt már otthon el tudom tárolni, és aztán kivárok az ára. Ugyanez a helyzet a kukoricával is, azt is tudom. Hát a répát azt meg át kell annom, az mindenféleképp azt nem tudom tárolni, de avval meg vagyok elégedve annak az árával. És hát akkor ezt, amit látok itt, ez csak több tapasztalatot tud az én gazdaságomra kifejleszteni, és azért szeretek itt mindig megjelenni. Napraforgókat nagyon szépek, de hát itt meg is adnak mindent, amit muszáj, tehát még meg csak úgy adunk műtrágyát is, vegyszert is. Itt idő is van ellenőrizni őket, minden nagyon szépek. Tavaly megpróbáltam az őszi takarmányborsót, nagyon jó lett. Most az idén is lesz 3 hold, majd meglátom, hogy mint a szójával próbálkozok. Most, hogy mennyire lesz kifejezetődő a mi tájunkon, nem olyan nagyon ütetik, és akkor megpróbáljuk az a korai érést egész korán elütetni, hogy mire jönnek a nagy melegék, akkor arra beérjen. Prosperatin köröztő pályáztam ilyen szórafeldolgozóra, és megjött az eredmény, hogy sikerült, és annak függvényében akkor teszek szóját, és megpróbálom feldolgozni az állatok takarmányával. Nagyon szép, meg nagyon rendben vannak ezek, tetszetősek, de nem tudom, hogy minket meg tudnánk így csinálni ilyen szépen, miért oda, hogy kinézzem, mert ezek
a mintaparcellák el vannak készítve, hogy mi csak ugyan mintának feleljen meg. Mi nálunk sütős szikeseken gazdálkodunk, és nem is váratunk, mint csúcs termés, mondjuk rá ezekhez a fődekhez viszonyítva. A napraforgókat elkezdtük csípelni, vagyis kombályozni. Hát azok a tervezettő egy kicsit jobban sikerültek. 15 mázsától kezdve 20-21, 2-3-ig per holdja. A zárat még nem tudja, még az átvevők se tudják, mert akontációs árat kínálnak. Aztán meg majd mikor elszámolva, annyit számolnak, amennyit ők gondolnak, vagy amennyi. Miért tudom, mert mostan még csak konkrét árú se tudnak semmit. Nem kezdtük végre a betakarítást, de szerintem kukoricák azok közelítenek a rekordhozamokhoz, szinte biztos. Cukorrépa szintén. Most nálunk ugye van ez a kis problémaja a cukorgyár körüli história, ami zajlik. Ez egy kicsit elvette a kedvünket a répától, de bízunk abban, hogy előbb-utóbb lesz egy olyan megoldás, tehát nem arra kerül a sor, hogy bezárják az Entei cukorgyárat. Most ugye 130 eurós tonnás kukoricáról beszélgetnek. Ez ugye közel van Magyarország, kísérjük azokat a történéseket, de ott történnek, és úgy látszik, hogy valahol itt picit alatta mi is várjuk, hogy körülbelül itt be fog indulni a betakarításra a kukorica. Nekünk olyan fajták vannak, ami bízunk abban, hogy nem kell szárítani, tehát egy 10 napon belül nekünk lesz 14%-os kukoricánk, amit lehet forgalmazni. Most abban bízunk, hogy az ár is egy picit most még magasabb állat lehet majd elérni, mint egy picit később a fő szezonban. Az újvidéki határjárásra különböző intézmények is ellátogattak, mert az együttműködés a tudomány népszerűsítésében fontos. Jelen pillanatban itt egy hallgatót hoztunk, akinek egy innovatív kísérlete lesz, és ez a diploma kísérlet része lesz majd a kutató hivatalos promóciójának a takarmányborsó témakörben, illetve a takarmánynövény nemesítése témakörben vannak olyan kutatói projektumok, amelyekkel együttműködünk majd, tehát a dr. Berényi János Agrárinnovációs Iroda fog együttműködni minden bizonnyal bizonyos kutatási projektumokban, takarmánynövény, nemesítés és energetikai témakörökben. A Magyar Kanizsai Beszédes József Iskola Központ a tangazdaságon minden évben több hektárnyi mintaparcellát állít föl. Itt vedhetők össze a hazai és a külföldi hibridek. Törekszünk a korai kukorica hibridekre, mert sokkal biztosabb a terméseik, és a másik dolog, tehát kisebb a száruk, könnyebb utána, ha buzát kell utána vetni, hamarabb lekerülnek a parcelláról. Szójánál is törekszünk a korábbi hibridekre, mert tehát szója után is általában buzát szoktunk vetni. A napraforgónál pedig, ami a réti talajokat szereti, tehát az olyan hibrideket választjuk, ami réten is megterem, és általában ez a Clearfield-es technológiásokat, tehát hogy a gyomírtást is el tudjuk megfelelően végezni. A Kutatóintézet rendezvényén jutalomban részesítették azokat a gazdákat, akik a 2015-ös évben NS jelzésű fajtánkból és hibridekből rekordhozamot értek el. Borsos Csaba, a Dorjáni gazdálkodó hektáronként több mint 10 tonnás búzahozammal dicsekedhet. Évek óta kizárólag csak újvidéki búzafajtákat vetünk, és csak ezt termeljük. Meg vagyok elégedve a hozammal is, és külön meg vagyok elégedve az újvidéki fajtáknak a beltartalmával. Nem mindnek, de mi, amit termelünk, az vészdanát termeljük. Ez A1-es, A2-es minőségi besorolású gabonát tud
teremni, ami a malomiparba minőség javító buzának felel meg. Mivel cégemnek már most van malma is, fontos számunkra az, hogy jó minőségű lisztet tudjunk előállítani, ehhez szükség van a jó minőségű buzára. Hát az idén is, amit a cégünk fölvásárolt gabonát, annak sajnos 30%-a az még kenyérgabonának sem minősíthető, hanem takarmány buza, míg 40%-a az jó minőségű kenyérgabona, és a fennmaradt 30% az pedig minőségjavító buzát sikerült fölvásárolni. Ahhoz, hogy a pékiparnak tudjunk megfelelő minőségű lisztet előállítani, ahhoz szükség van jó minőségű buzára, és itt a minőségjavító buzával tudjuk úgymond kiegyensúlyozni, egalizálni, szavatolni a jó minőséget. Egyébként a minőségjavító buzára külföldön is komoly kereslet van, és árban jelenleg szinte 30%-kal drágában el lehet adni, mint a sima kenyérgabonát. Vajdaságban a legnagyobb területen termesztett haszonnövény a kukorica. Az intézet a nemesítést a korai hibridek és a gyors nedvességleadás irányába tolja, mondták a szakemberek. Možemo da se pohvalimo sjajnim rezultatima, da smo uspeli da registrujemo hibride koji osim naravno zadovoljavajući visokog prinosa imaju i nisku vlagu. Kada to kažem, pre svega mislim na 2010. godinu kada nam je u sortnoj komisiji Republike Srbije registrovan hibrid koji je tada u konkurenciji sa svim ostalim semenskim kompanijama imao najnižu vlagu. U pitanju je 40-51. Zaista novi sortiment koji izlazi je po onim najvišim svetskim standardima, znači sa visokim prinosom zrna, niskom vlagom u zrnu, odnosno brzim gubitkom vlage iz zrna nakon fiziološke zrelosti, sa naglašenim stay greenom, sa erektofilnim listovima, sa promenjenom arhitekturom biljke, sa boljim karakteristikama korena. Az Újvidéki Kutatóintézet több külföldi országgal tart partnerkapcsolatot. A határjáráson szó volt a kiviteli és a további kapcsolatépítés lehetőségéről is. Što se tiče izvoza i saradnje sa svetom, imamo odgovarajuće aranžmane sa zemljama u regionu, sa zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, jednostavno region kome odgovara naše seme, svuda smo prisutni, tako da smo sad trenutno prisutni oko 30 zemalja regiona. A kutatóintézet határjárásán jelen volt Igor Mirovics, a tartományi kormány elnöke, és Vuk Radojevic, mezőgazdasági titkár. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva találkozunk, és ne hagyják ki az Agrárvilágot sem vasárnap délelőtt a Szabadkai Magyar Rádió frekvenciáján. A viszontlátásra!